Sziasztok! Most a Kifulladásig című Godár filmről fogunk beszélgetni. Fanni, mit keresel te itt? Nagyon szeretek beszélni, úgyhogy remélem, hogy ott fogok veletek is. És most rákerültetted minden idők 11. legjobb yes. mm -hmm. Láttam én már régen ezt a filmet, meg most is, és én most belebolondultam, úgyhogy szerintem szükség lesz arra, hogy ez bekerüljön a valamelyik könyvünkbe, Szabi, nem? Meghal a végén. Tényleg? Ugye a francia új hullám kezdete ez, valamit nagyon másképp csinálnak, mint addig. Ez a film határkő, a modern filmművészet origója. Ahogy mondják, újraírta a mozi szabályait a filmben még az is szerintem annyira egy ilyen varázslatos dolog, ahogy így visszarepít abba a Párizsba, amibe talán még a mai emberek is visszavágynak, de azt már soha nem kaphatják meg, és ezzel a filmmel meg megkaphatják. Oh, bár Streisandról szokták mondani, hogy a legszebb csúnya nő, belmondó a legszebb férfi, azt mondanám, iszonyatos, de nagyon sárbos, ugye, ugye Nagyon ellentmondásos, ura, oh. tehát hogy az imádom Franciaországottól kezdve a a gyűlölök itt és menjünk innen, és ugyanez amúgy a lányal is megjelenik. A film nagy rejtélye az, az, a hölgy, ahogyan reagál a világra. De engem jobban riasztana, mint Jean Paul belmondult. Riasztana? Hát ez egy hideg nő. Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a tekercs és tekintet. Én Nagy Pászabolcs vagyok. Én Dolmány Fanni. Én pedig Szőnyi László Gyula. Kifulladásig! Zsállük Godár 1960! Mihály, hogy meglátogassa beteg édesanyját a távoli városban, ellop egy autót, ám végül egy motoros rendőrt is megöl. Ja, bocsánat, ez az eredeti hír. Ha utálják a tengert, ha utálják a hegyeket, ha utálják a várost, akkor menjenek a pokolba. <laughs> egy francia rendőrgyilkos lázadó ifjút amerikai barátnője rejteget Párizsban. Később azonban beárulja a rendőrségnek. Többféle hozzáállás az élethez, egy fiú története, aki gondol a halálra, és egy lányi, aki nem. Valonnan ez nekem ismerős volt, de Szóval egy Pityaner bűnöző srác menekülés közben megöl egy rendőrt, ezt már tudjuk, feljön elrejtőzni a fővárosba, ahol ő hajkurásza a nőt és a pénzt, őt pedig már nem csak a rendőrség, de az egész ország hajkurásza. Na, szóval fölteszem a kérdést, hogy Fanni, miért vagy te itt? Mert ez az egyik kedvenc filmem, és szerintem ez az a film, amit mindenkinek látnia kell. És azért is itt vagy, mert filmes is vagy, és majd lehet, hogy lesznek komoly filmes kérdéseink, mert itt valami nagy dolog történik. Illetve újságíró is vagy, és itt az újságoknak, meg a híreknek nagy szerepe van. Így van, én nagyon szerettem a patricia a karakterét, tehát nagyon sok szempontból szerintem egy divatikon, és én a mai napig nagyon-nagyon szeretem ezt a fajta öltözködést, és a filmben még az is szerintem annyira egy ilyen varázslatos dolog, ahogy így visszarepít abba a Párizsba, amiben talán még a mai emberek is visszavágynak, de azt már soha nem kaphatják meg, és ezzel a filmmel meg megkaphatják. És te is most ilyen pöttyös, habos szoknyácskába vagy felöltözve. <laughs> Bárcsak. Akkor már ha a szóba hoztad Patriciát, de hogy őt szeretjük? Én nagyon kedvelem, én nagyon sok szempontból tudok vele azonosulni, és sok szempontból idegesít. Szabi, szóval te beleszerettél <laughs> Patriciával? Hát bele tudnék szeretni, de engem jobban riasztana, mint Jean-Paul Belmondot. Riasztana? Hát ez egy hideg nő. De majd beszéljünk róla, csak most így felvetve. A mert... két-két is mással jár. Igen. Így... franciásan kezelik. E, de, ő nem a, még két jó, másik de ő nem amerikai. Két. Ő mint a franciább szeretne lenni a franciáknál Ezt akartam mondani. Abszolút. Tehát, hogy ő úgy idomult bele ebbe a franciaságba, hogy ő amerikai, de mégis úgy öltözködik, és úgy látjuk őt, mint egy Hát vicces, amikor például Noá meg az ilyen-olyan festményeket, posztereket rakja ki a falára, a szállod a falára, és hát egy francia ilyet valószínűleg nem tenne. Nem. Ő ezzel, ezzel a kultúrával együtt él, Hát, nem hogy Hunt vibogáltat játszik. Ez igaz, ez igaz. Na, szóval, hogy én ezt a filmet még egyetemistaként láttam, szerintem először. Hú, de régen volt. Nagyon régen volt, és akkor nagyon komolyan vettem ezt a Belmondót, és inkább tiszteltem, és pozitív figura volt számomra. Te bele beleszerettél bemondóba? Ezt akartam mondani, hogy szerintem kétféle, kétféle nő van, akik az Alain Delon szeretik, és akik a belmondót, és én team belmondó vagyok ezen a ponton. De szóval elmondom, hogy most viszont újra nézve, tehát inkább azonosultam, vagy olyan szerettem volna lenni sok szempontból, mint belmondó, most viszont nem vettem komolyan, semennyire sem tiszteltem, egy szánalmas, piti, szociopata bűnözőnek éreztem, össze-vissza beszél sokszor hülyeségeket, van, hogy jókat, de azok sem az ő mondatai, szóval hogy én lehet, hogy innen indítanám, hogy hogyan viszonyulunk -e ez a belmondóhoz. A Barbara Streisandről szokták mondani, hogy a legszebb csúnya nő, belmondó a legszebb csúnya férfi, azt mondanám, iszonyatos, de nagyon sárbos, ugye ő, ökölvívott fiatal korában, hogy szétverték az arcát, ezért a jó képű. De olyan, van valami olyan bája, ami szerintem ugyanúgy, ahogy, ahogy azokat a nőket, akik megjelennek a filmben, úgy a film nézőket is így elkapja. Jó, nekem egy alaptételem, sok alaptételem lesz Szűrű, most vigyázzani, hogy ez a film ez azért is jó, mert hogy szerintem ebben a Belmondóban, vagy Michelben benne van az összes férfi, és ebben a Patriciában meg az összes nő. Jó. Kemény kijelentés, de... É, Én, a konkárja a, a, és akkor ez, és innentől kezdve, és a, benne van az összes férfi, aki menőzik, nem eredeti, hazudozik, eh, ahogy említettem, össze visszadumál, de sokszor legalább ösztönösnek tűnik, és a nő, aki meg karrierista divatoknak akar megfelelni, sokszor elftelen, olykor ez a rimaságba is átmegy. Elftelen. Na, nagyon belevágtunk, elnézést. Ott van az újságíró csávóval való Randia semmi köze nincs ahhoz a csávóhoz, nyomják ugyanazt a stupid szövegelést, mint a belmondóval. Csak Egy jó lesz a csávó. És amikor a csávó előrántja azt a hihetetlen drága luxusautót, akkor azért összejön az a csók. De ne haragudj a Michel Michellel sem volt, hát az elején kijelenti, hogy de hát Michel miért mondasz olyat, hogy szeretsz, amikor három napot töltöttünk, egy jó volt az öt is. Tehát, hogy miért kell neki hűnek maradnia olyan valakihez, aki eltűnik, de, 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 és az? Aztán... nem azért, Én nem azért szólok, mert hogy ő Michelhez nem hű, hanem hogy most ilyen nagy, mély, deep mondatok, hogy önmagához sem az. Vagy ő, ilyen, <laughs> vagy ő ilyen önmaga, hogyha ott van a luxusautó, akkor már nyomjuk a csókot. Vagy nem várom el, hogy Michelhez hűséges legyen, sőt, én féltem is Micheltől. Igen. Mhm. Uh -huh. Én meg onnan kezdeném, hogy már 400 szobásnál elmondtuk, hogy a modern filmművészet azzal a filmmel kezdődik, és hát elmondtuk a szerelem Hiroshima című filmnél is, Alain René 1959, hogy azzal kezdődik a modern film, és ez a harmadik film, amelyről el szokták mondani, hogy a francia új hullám kezdete ez, valamit nagyon másképp csinálnak, mint addig. A rendező Zsáli Goddard úgy fogalmazott, hogy mint ő, ős emberek tévedtek be a napkirálynak a Versailles utvarába. Hmm soha ennyire film nem volt sajátos, ennyire nem hordozta az alkotónak az egyéniségét, mint ekkoriban, ezelőtt sem, de aztán ezután sem. Tehát, hogy olyan nagy hatással lesznek majd Godárék a következő nemzedékekre számos ponton, hogy, hogy azok már nem lesznek ennyire egyéniek, legyen ez Ron Carvaj, vagy még akár Jancsó sem. A mozifüzetek, ez a kult, soha ennyire film nem volt még művies. Nagyon látszik erről a filmről, hogy egy filmkritikus készítette, ugye a mozifüzetek, a Cinema, amely összegyűjtötte ezeket a rendezőket. Persze nem értem, hogy a Sight and a rendezők sorrendjében a 11. Uh -huh. ez a film, bár egyébként a kritikusok is, meg a nézők is nagyra tartják. Ebben a filmben fölvonul a, az első nemzedéke, és az egyetlen nemzedéke a francia új hullámnak. Ja igen, mert hogy már arról is viták vannak, hogy ki az alkotó, ki a forgatókönyvíró, és ki a rendező. Mert hogy Truffauthoz kapcsoljuk a forgatókönyvet, de kapcsolatnánk Claude Chabrolhoz is. Ők ketten olvasnak egy újságcikket, 1972-es sztorit, Erről, amit az első mondatban elmondtunk, valós büntény, egy fiatal emberről és egy fiatal lányról. Azt is elemezhetnénk magát a büntényt. Milyen szép, milyen jó ember ez, hogy az anyját, veteg édesanyját akarja, Mi is mennyiszer vagyunk ilyen helyzetben, így így egy nemes magam. tettet akarunk végrehajtani, és egyre csúnyább dolgokat eszközölünk ehhez a nemes célhoz, zárójában zárva. Hát mi vándorlásra szoktunk egyet érteni a műsor szerkezetét, tekintve ugyanezt történt Trüffóval és Sábróllal, veszekedtek, és aztán mm -hmm. döntöttek, hogy nem lesz közös. A forgatókönyvírónak a Zsáli Godár van föltüntetve. És... Meg Trüffó eleve beleszeret egy másik ötletébe, amiből filmet fog forgatni, de sokan azt mondják, hogy mégiscsak azért a Godár a forgatókönyvíró, mert igazából senki, mert hogy nincs igazi forgatókönyv, és, és gyakorlatilag ez nagyon durva konfliktusokig megy, hogy úgy állnak leforgatni, hogy igazából semmi nincs papíron, vagy nagyon-nagyon kevés, és akkor állítólag Godár Hitchcocktól lopja ezt a módszert, illetve azt gondolja, hogy a film már megvan, meg a forgatókönyv már megvan a fejemben, a forgatás az kicsit olyan, mint a a, amikor a rá rányomjuk a tortára, a torta a fejünkben kell, hogy összeálljon, nem a forgatással, és hát például a producer az annyira nem örült ennek, hogy által még verekedés is volt közöttük egy alkalommal. Púrigárd György. A, ő, ő követett, hogy legyen egy leírt forgatókönyv, úgyhogy írtak egy kamu forgatókönyvet, ez is hozzáférhető, nem, nem abból forgatták le a filmet, és megint ugye a füzetek, vagy mozi füzetek, egy füzettel reggel korábban kelt a rendezés, és abba firkágatja le az ötleteit, hogy aznap mit fognak forgatni. És forgatás lehetett 15 Igen. perc, és 12 óra nagyon tetszik. Nekem attól figyel, hogy hány ötlete volt a rendezőre. Hát ezzel mi is így vagyunk alkotó emberek. Van ihlet, vagy nincs ihlet? Hát de például jó film lett, vagy nem? Tehát, hogy ebből is látszik, hogy valami mondjuk, nem tudom, teljesen túl van szervezve, aztán... Nagy tétje van ennek amúgy, mert ha a rossz film lesz, akkor soha az életben több filmre nem kap pénzt. Ami még fontos, és akkor itt jönnek a filmes újdonságok, egyrészt, hogy mindig kiemelik, hogy kézi kamerával készül. Akkor, amikor de... nem találták fel a könnyű kamerát. Tehát, hogy, hogy ezt, a ezt kéne -a nekem elmagyarázni. Kilós igen, hogy vagy 30 vagy 50 kilós kamerával hogyan lehet kézi és akkor vannak ilyen legendák, hogy mire lehet azt a kamerát, hogy mégiscsak rárakni, hogy könnyebb legyen az a 13 órás forgatás. A vagy a vágás, állítólag ő vezeti be ezt a jump. Ugróvágást. És ö, egyébként Hát ennek a nagy hagyományát tovább viszi a tekercs és tekintet is, mert hogy a mi videóink is sokszor ugróvágással alakulnak, de nem mi vagyunk a fontosak, általában az az oka ennek az ugróvágásnak, hogy túl hosszú lesz az a 90 perc, fölnyúlik 120 percre, és akkor ő meg nem szeretne komplet jeleneteket kívánni. Hát tényleg, melyik jelenet lenne, amit ki tudnánk innen Ez vágni? Jenuális, hogy egy kis körömolóval itt a filmes kéve, és mi meg ezen vagyunk oda, hogy hú, de eredeti és mert eredeti ettől függetlenül. Igen. Egyébként van egy dokumentumfilm, Én a Néger, ez a címe Zsarrus, 1958. Ez nagy hatással volt a rendezőre. Ott is van ugróvágás, illetve valós helyszíneken forgatják, híradószerűen, meg ilyen fekete-fehér, hogy még hiteles. Már hogy olyan fekete-fehér, hogy még hitelesebb, még jobban hasonlítson a híradóságra. De nektek Ugyan... például tetszik ez az ugróvágás? Tehát, hogy amikor Nekem nézitek... De, 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 ez, ez nagyon gáz, <laughs> Mi magyarul láttuk, ugye? Mind a három. Igen. Nem, én angol felirattal a magyar, Igen, magyar szinkron angol felirat. Igen, de hogy a magyar szinkron az így kiegyengeti ezt, ennyit akarok mondani. Tehát uh -huh. a franciában a szövegekben is bele van vágva, a mondatokban meg egymásra f -f fetődnek a párbeszédek, a magyar szinkron meg normális. Tehát, tehát ez stressz, nem? Végét. Tehát megyünk, megyünk az autóban, nekem a legvégén volt ez kiütköző, és akkor teljesen más e, zajlik a monológ, és akkor még teljesen más van. E, Most őszintén nekem, amikor először láttam a filmet, akkor nagyon, hát fura volt nekem, talán ez volt az első olyan film, amiben egy ilyen ugróvágás dolgot láttam, és aztán meg valahogy nekem kiegészítette. Kicsit olyan volt, ugye, ami, ami nem tudom, hogy úgy megteremtette azt a helyet, hogy láttuk több szemszögből. Láttuk például azt, amikor az elején az a lány készülődik, és akkor ő egyszer csak a tükörből nézi magát, így beszélgetnek, helyet cserélnek, stb. Hú. És valahogy úgy nekem igazából egy ilyen egy ilyen jelenetet teremtett az egész, és sokkal kevésbé egy ilyen folytatólagos dolgot, mint hogyha mondjuk egy színházba ül az ember. És ez az, amit mondjuk egy színház nem tud megteremteni. Hmm. Még, ha, még ha a helyszíről beszélünk, hogy színház, stúdió, ugye stúdió sokba is került volna, meg ezt elvi okokból is elutasították godárig, de hogy úgy veszik fel utcán, hogy nem kének rá engedélyt. És akkor nagyon sokszor nézelődnek a járók elő, ők ja, bele így, így zavaró, igen. Például haldoklik van... a utolsó jelenetben. De, és senyá, de öreg öreg ugyan, akkor meg trés, és... a igen, de zseniális is. Hát de akkor arról is beszélünk, hogy közel 85 éves ez a film, szóval ahhoz képest is így belegondolni, hogy... Vagy 64, bocsánat, ha csak ennyi van benne. Aha. Én a film indításával kezdeném, már csak azért is, mert onnan is lesz mondani. Na megint, megint a műsor. Megint <laughs> És hogy van egy motto, amit sem a magyarok nem fordítottak no. le, sem a, az angolok. Aztán utána egy újságot látunk, de az újságban már feltűnik ez a nő, aki te vagy. Mármint az újságnak a címlapján. Egy rövidhajú, nagyon dekoratív és vékony nő típus. Tehát ez nem ez a Merlin Monroe meg Gina Loro Brigida, akit megszoktunk oh, a, az 40-es évek elejétől, 50-es évek, stb. És férfi hang, és nem tudom, miről beszél. Egyrészt káromkodik is, bár a magyar forításban ez nem jön át. És furcsa gesztusokat tesz, és még valamit mond is. Nem ezt jegyezted meg? Én az elején azt jegyeztem meg, amikor a kocsiban ül. Értem. Igen, és a, nekem az is nagyon tetszett, ha már itt tartunk. Amikor ott a kocsiban magyaráz. Tulajdonképpen. És, és bele magyaráz a, a kamerában. Igen, és tulajdonképpen nekünk nézőknek szól, és, és akkor... Ez nem tér vissza, tehát hogy ez a motivum, ez nem tér vissza, amikor először néztem a filmet, azt gondoltam, hogy ez kicsit egy ilyen dolog lesz, esetleg egy ilyen Wes Anderson kategória, de hogy nem, hanem, hanem akkor az elején ott elmond ilyen fontos fontosnak tűnő gondolatokat. Amiket így. aztán két jelenetek később megcáfol. Így van. Ugye? Tehát amikor a Franciaországról beszél, egyébként még egyszer, ez nincs 90 perces ez a film, de most, amikor újra néztem, akkor folyamatosan megállítottam és visszatekertem, hogy de várjál ott, most biztos ezt mondját az előbb, még pont az ellenkezőjét. Tidam a vágatlan 120 perces Egyébként nagyon nézném. megnézni. a Ugyan. Nagyon ellentmondásos jó. figura. Tehát, hogy az imádom Franciaországottól kezdve a, a gyűlölök itt lenni, Igen. és menjünk innen, és ugyanez amúgy a lányjal is megjelenik, amikor ő nincs ott, akkor éppen akivel beszélget, mondja, hogy ezt nagyon szerettem ezt a mondatot valamiért, szerintem én akkor szerettem vele a belmondóba, amikor azt mondta, hogy jó pofa, imádom. Tehát, hogy amikor valahogy így, így, így mesél erről a lányról, hogy megismertem egy New Yorki lányt, mit tudom én, de amikor meg ott van, akkor látni sem akarlak. Szóval, hogy ez, ez a fajta ellentmondás, ez, ez nála Franciaországgal kapcsolatban, a lányjal kapcsolatban és mindennel kapcsolatban megjelenik szerintem. Érdekes ez az elvágyódás, ugye az amerikai lány Franciaországban, ő már ból Párizsba megy, és akkor ez egy nihilista road movie erről, Aha. de hogy igazából Rómába vágyódnak, a női szereplőnek olasz neve van, tehát akkor se egyik De ő Mexikóba az amerikai, ahova nem vitte az édesapja, soha, csak mindig ígérgette. A, igen, de hogy Olaszország van ilyen álomként fölfestve, ahol iskolában. A, a legszebb osztárs, osztárs, viszont van vannak, annak, el, nem? Így van. De nyilván a ticino olasz. a svéd A svéd nőkről is beszélnek, ugye? De, de hogy ott fejtegeti, hogy vannak az ilyen nők, vannak igen. a szupernők, meg vannak az ilyen szerethető nők, mint te zárójel még arról is, hogy hogyan kell udvarolni, azt is megtanulhatjuk ö, belmondótól. Még, még a gyártási feladatról reflektálva, a maguk a színészek nem nagyon hittek ebben a filmben, hm. és ö, biztosak voltak benne, hogy iszonyatos bukás lesz, illetve, hogy még előtte hogy soha nem mutatják be. Ez nagyon érdekes, mert ugye a vágot említettük, bár a nevét nem mondtuk, Szézil Deküzsi, ő ő Teremti meg ezt az ugróvágást szükségből a, a filmmel kapcsolatban, tulajdonképpen ő ad stílust a filmnek. A színészek egy ilyen, egy ilyen gagyi erőlködésnek érték meg, és szervezetlenségnek, fejetlenségnek. Aztán ez, ez milyen érdekes, hogy nem érződik egy filmen a zseniáltárs, hanem a vágóasztalon lesz belőle a nem tudom, filmtörténet meghatározó művel. Hát szerintem ott a vágóasztalon azért csodákat tudnak tenni, tehát hogy... Hmm. Említetted a színészeket, meg már a belmondó sokszor szóba került. Én mindig azt hittem, hogy egy ilyen kis proli gyerek, lehet ilyen film miatt, és messze nem, az édesapja szobrászművész volt, az édesanyja meg festőművész, és, és ő ugye bohócknak akar tanulni, labdarúgó, ökölvívás, és aztán dönt a színészet mellett, de akkor az általa játszott karakterre vagyok kíváncsi, tehát, hogy eleve a külseje, az azért elegáns. Talán ez a 30-as évek gentlemanje egy picit már nem annyira jól vágott és jól fésült frizurával. Ugyanakkor a viselkedése meg nagyon távol áll ettől a gentlementől. De bocsánat, megjelenésére kap megjegyzést is. Hogy miért vesz fel sejem Zoklit Ami egy filmes utalás. Így van. Aztán utána a 40-es évek háborús hőse, az ugye ott a. Külső az nagyon távol áll tőle, az majd később talán a Tom Cruise-nál tér vissza. Egyszer majd kéne egy Tom Cruise filmről beszélni. Hát nem tudom. A bátorság, elszántság az megvan a 40-es évek hőséből, hős viszont a hazafiaság az nagyon nincs, sőt. Ő egy hős. Majd nézzük meg, bizonyos esetben egy görög tragédia hőse. És akkor jön az 50-es éveknek a figura, ez a James Dean, aki egyébként bemondulnak, az egyik nagy kedvence volt. És mintha olyan lenne, hogy ez a James Dean féle magányosan lázadó Steve T-Pro jelenne meg, és nem a 60-as éveknek a, ez a színes, hosszabb és lazább ruházatú tömeglázadója. A szereplőek magyar vonatkozásai is vannak. Álnevet használ Kovács László, ugye nagy tisztelője volt a rendező a honkormány külügyminiszterének, Kovács László, mert nem nagy tisztelője volt, 1933-ban született és 2007-ben meghalt operatőrnek Kovács Lászlónak. Ez igaz, de Kovács Lászlónak egyetlen egy filmje jelent meg 1960 ben ez a Magyarország lángokban. Erdély István 1957, ez az a magyar forradalomról szól. Nyilván ezt tisztelt a rendező, nem, hanem ez egy utalás Klócsábról kettős küldetésben című 1959-es filmjére, de egyébként, tehát a, a, a Kovács László rendező, a Szelid motorosok, Easy Rider, öcsém Easy Rider, a, e, akkor így megelőlegzi, ez egy megelőlegzett utalás, valamit megér ez a film, filmtörténet következő évben. Ez jó, ez jó volt, Szabi. Na nézzük meg ennek a e, Michel Poikard, hogy egyik? Mondjuk. Jó, ennek a Kovács Lászlónak <laughs> pozitívumait, tehát egy laza, azt, la, azt elmondhatjuk, hogy laza. Halál laza. Jó. Me menő, bár de nem ez annyira... De milyen. Igen, de. nem annyira menő, mint amennyire mutatja magát, de azért vannak ismerősei, csajai mindenhol, Szerintem ami az azt mutatja, is... hogy van a hitelessége. Mármint uh -huh, a hitelessége nem erkölcsi értelemben, hanem Szerintem az, az benne, hogy nagyon jól tud improvizálni. Vagy nem tudom, nekem egy ilyen alkatnak tűnik. Ez tök jól mondod. Ez... Nekem még egy dolog jutott eszembe. De ez a tolvajlásba kell is. Ugye kirabolja a csajait. Persze. Ha már nem tud velük szeretkezni, legalább Nekem az a kedvencem, ahol megnézi a pénztárcát, pénzt kér kölcsön, a csaj végig is nemet mond, majd utána elveszi a sokkal több pénzt. De, de azt is de. úgy, hogy amikor a csaj éppen veszi fel a, a ruháját, és látja, hogy most nem lát ki belőle, szóval, bátor, hogy ilyen sunyi. De igen, de nekem de ti, amit... De ti is mint a bátnál hogy vigyázz! Igen, igen, mármint a szaszpenzre célzó, ami majd, még előjöhet, Ö, meg kicskok nevét már szóba hoztunk, de ha már itt ez a gyorsan tud döntéseket hozni, és ebben biztos, hogy sokkal jobb, mint az újságíró, meg mint amiben még, mint én. Ez ilyen bölcsész dolog, hogy mi nem tudunk döntéseket hozni, Na, ő tud. Jó, de a két baja is ebből származik, hm. ugye két lövés dörren a filmben. Érdekes, hogy mind a kettő az ő pisztoly miatt következik be, de, de én én nem az, sem az, az ő az pisztolya, a... pisztolya ja. hanem talál egy pisztolyt egy kocsiban, illetve megdobják, a barátja ha ha megdobja ha egy pisztolyat. És neki nincs is pisztolya talán. De. Tehát ez a, ez, a, ez a véletlen, vagy ez a kapott erőszakosság, de. és emiatt lesz gyilkosság, és emiatt lesz halottá is. Mm -hmm. e, aztán ő nem snob. Ez is spoiler volt. Lahasztás, <laughs> lankasztás. Én azért tényleg nem tudnék öt perc alatt bármilyen a rendelkezés áll, de nincs olyan gazdag ember, aki 5 perc alatt tudna egy új kocsit szerezni. Tehát, hogyha Zsuzsák Balázs itt megjelenne, nem tudom, két koffer pénzzel, szerintem ő se tudna öt perc alatt kocsit szerezni. Jó, ja, de a ezt a, a piros rótot kell a kékkel összeérinteni, és beindul a motor. más idők jártak. Mm. Szóval, hogy, és olykor, mintha ilyen szuper képességei lennének már csak ebből kifolyólag. Igen, ugyanezt mondhatjuk úgy is, hogy karikatúra-szerű szuperhős. A Humphrey Bogartot játsza, még a tükör előtt próbálja is, hogy hogyan kell. Akkor van ez az ajaksimítós uh -huh. gesztusa, ezt játsza el, és próbál menőnek látszani, és a rendező az alá is segítene. És akkor ez viszont eszünkbe juttatja a Taxi illetve a Taxi majmoló gyűlölet jó, című ugye. film főhőst, akit egyértelműen szánalmasnak tartunk, és gyakorlatilag itt lehet, hogy rádöbbenünk, hogy basszus, lehet, hogy ez a belmondó által játszott figura is hasonlóan szánalmas. Esetleg néhány negatívummal támasztanám alá, például a nagy kedvenc, amikor felszínes tudással tesz helyre másokat. Főleg a franciául jó nem tudó amerikai lány föl, fölötti fölényét fejezi, vagy használja ki. Az milyen csodás az a futómóka, running joke, ugye azon alapul, hogy nem teljesen jól beszélje a francia nyelvet a lány, ezért időről időre rákérdez egy francia szóra. És a filmnek a poénja, a legutolsó jelent, az ezen alapul, okay. hogy rákérdez az utolsó szavára az ürgének, hogy az mit jelentett, amit a rendőrfőnök jótékonyan félre magyar <laughs> ott ezt elmondjátok, hogy mi volt a félre Hát ezt... ott azt mondja, hogy, hogy, hogy ez nem, hogy ez oc ocs volt, és ezt úgy fordítja a rendőr, hogy, hogy azt mondta, hogy ocsmány vagy. Igen, tehát valószínűleg az egészre mondta, vagy az egész de világra, vagy igen, arra, tehát... hogy lelőtték, valószínűleg nem a nőre. Bár hát, vagy talán az, az ő tettére, hát azért mégis ő köpte be, hogy ez maga volt egy ocsmányság, de hogy... De korábban is mondta a nőre különben, hogy csúnya vagy. Ott mokázik a haldoklás közben, akkor megy egy ilyen színházias jelenet, az a savanyú alma harapós arcot mutogatja el haldokolva. Hát így szoktunk haldokolni. É, ami egyszerű, az egy játékuk a csajjal. Tehát Igen. az azt az, az mutatja, hogy, hogy megbocsátok, hogy fel a fejjel. A rendező is játszik azzal a halállal, most belevágtuk az utolsó jelenetbe. Nekem nagyon tetszett. Tehát Majd akkor a, a dohány, az, utolsó lehet -e, szeren... az a, mindaz a füst, amit az egész színbe beszív ott, egy ilyen hatalmas nagy fel, adja el a száját. A, ott néztem, hogy, doha, hogy éppen dohányzott, te valószínűleg nem. De ő neki folyamatosan lóg egy cigi a szájából. Igen. Tehát, hogy ez meg a másik, hogy ő neki a keze nem kell hozzá. Tehát szerintem ő fejlesztette tökére ebben és ebből a, a, szempontból. meg is tudja gyújtani. Konkrétan. Egyébként amikor néztem a filmet, akkor az egyik, ami feltűnt nekem, az a Bonnie és Clyde, az egész menekülési sztori, de aztán utána döbbentem rá, hogy az későbbi. Meg ahogyan dohányoznak, meg ahogyan a sapkát, vagy kalapot, vagy hogy hívják, ez egy speciális francia férfi kalap, ennek van egy neve, a Szabi szerintem Igen, tudja jut, de az az érdekes, hogy a Humphrey Bogart, tehát a 40-es évek b emeli át, parodizálja is, meg utánozza is, és utána ez visszahat Igen. a Hollywood aranykorára. Ez a 74 ig A Bonnie és clyde említetted, azzal kezdődik az aranykor, de a e, Sivárvidék, Terence Malik, vagy az Aljas utcák, az szintén 73, ezek a, ezek a hideg menőnek tűnő, önmenőző férfi szereplők. De mi, hogy Amerika aztán ezt a karikatúrát nem veszi karikatúraként, hanem komolyan veszi, és akkor komoly. ez az egy is, ha belegondolunk. Visszasajátítja. E, még annyi, hogy. E, szóval időnként meg olyan volt ez a belmondó, mint egy kisfiú. Olyan gyorsan váltakoznak az érzései, amikor a lánya azt mondja, hogy most randira megyek, akkor jó, akkor nem akarlak többet átni. Így van. Tehát ott van egy nagyon komoly elakadás. A film nagy rejtéje az, az a hölgy. Ahogy reagál a világra. Az egyik kérdés az az, hogy állapotos-e. Ugye ő azt mondja, hogy állapotos, és én sehol nem olvastam, tehát akkor nagypál első kérdőjele fölteszem nektek. Van egy jelenet, amikor tükör előtt áll a nő, és az ujjaival számol. Én szerintem azt számolja, hogy hány napja maradt ki a havi vérzése, és utána egy földerül az arca, tehát szerintem ő nem terhes, hanem ott jön rá, hogy hát ő elszámolta, mit tudom én, holnap vagy holnap után jön ez, majd a havi a szabi, ez szép volt. De, és akkor így meg is De lehetne jön. a hónapokat is számolgatni. Hát, hogy, hogyha hét hónapot számol, akkor már... <laughs> nem, szerintem ez pont az a, az Jó. a fajta Játék volt a, a részéről a lánynak, amit mondott is, hogy hogyan reagál rá a Michelle. Uh -huh. és, és ez pont el, ebbe a játékba talán egy kicsit erősebb poén volt, mint ami belefért volna, mondjuk így. Egyébként abban, ez jó, jól mondod. De hogy ők az és halállal játszanak Abszolút. végig. Az azért... belefér egy új életjátéka is. De szép. Hát, és a végén egy halál is. Igen. Szóval... Azért árulja be a rendőrnek, nem azért, mert gyenge ellen, és nem azért, mint az eredeti cikkben, hogy megkapja a kitűzött díjat, vérdíjat, hanem azért, hogy önmagát tesztelje, ezt mondja, hogy ő szerelmese a férfiba, hogy ő hogyan reagál arra, hogy a rendőrség hát Beárulja. egy férfi hogyha... A csaj így tesztelgetni magát. De így alátámasztják mindkettőt, hogy az amerikaiak és a franciák is ostobák. Tehát a lány azért furcsa, vagy hát többentes dolgokat tud meg a férfiről, amiket nem tudott, amikor átadta magát neki. Mi hogy nem tudott tőle? Az egyik, hogy ez gyilkos, a másik, hogy házas, a harmadik pedig, hogy álnéven él. ugye Kovács László tudta volna, hogy érszét ne. De akkor nekem egy fontos tételem a lányjal kapcsolatosan hogy a lány újságíró. Minden újság erről ír, címlapo hozza, és ő az, aki erről nem tud. Ez kicsit olyan, mint amikor orránál fogva vezetünk egy De pszichológust. Hát most kezdt tehát hogy. Ő... Hát hát azért New York, York Ha már egy ilyen inte, nagy interjúra kiküldik, na, na, akkor azt gondolnám, hogy hogy akkor ezekkel a hírekkel is találkozik, de ezekkel nem. Tehát, hogy nekem ez kicsit az az értelmiségi típus, aki totálisan el van tájolva, de a világot akarja vezetni, és még saját helyét sem látja a világ. De nem már. lehet, hogy ez egy ilyen szakmai ártalom, hogy aki újságíró, az nem olvas újságot? De ez így lenne? Szembe jön, hát muszáj szerkeszteni, Jó, hogy... Mi volt. se nézünk filmet soha, mert ezt a filmet se láttuk. De nekem volt egy érdekes teóriám arról, hogy a férfi csak fontosnak gondolja magát. Elmondom, hogy miért az ő rendőr lelövését, azt nem látta senki. Ő elkötött egy kocsit, azt se látta senki, utána két rendőr közül az egyiket lelőtte, hogy lehetne a címlapon a képe az újságban. Ez hm, számomra ez teljesen az lehet tört, És ez akkor. Ö, lett nagyon gyanussá, amikor a film végén egy ilyen üldözési mániába fordul át, mert hogy ki van írva, emlékeztek, jaj, hogy jaj. mindjárt pillanatokon belül elkapják a férfit. Szorul a Ez van kiírva egy ilyen fényreklámra. Te <laughs> tele van vele. Pár is, persze. Egyébként ezt többen írják vele kapcsolatosan, hogy... Persze, címlapon vagy, film, igen. Hogy most mennyire fél, vagy nem fél, vagy mennyire nem veszi észre a lassan köréje záruló hálót írják. De hát szerintem, szerintem ezt én akkor kicsit el, szembe megyek Szabivel, szerintem annyi nem vesz róla tudomást. De aztán lehet, hogy tényleg nem ennyire zárul ez a háló. Tényleg egy 40 millió, akkor mondjuk 40 milliós Franciaországban napi ügyez, és nem kerül a címlapokra. Meg továbbra is azért, nem egy szívbajos alkat. Tehát, hogy azért akkor, amikor Mindenhol kint van a neve, szerepel az újságokban, is úgy járkál és lop autókat az utcán, mintha nem lenne holnap. Uh -huh. Tehát, hogy ő nem egy szívbajos alkat, a és ez és a karakterében a akkor... van benne. Na ezt irigyeljük. Nekem egyébként hmm. nagy kedvencem volt az Evangéliser, Wilm Beobachter írta a hatvanban. Godár első üdítően eredeti, de szívtelen nihilizmusa és szándékosan hangsúlyozott erköstelensége igen problematikusá teszi a fiatal párizsi gangster életéről és haláláról szóló történetet. Általános ajánlást nem lehet adni. <gül> <gül> Mennyire nihilisták által itt a Nietzsche is szóba kerülhetne, Szabi, Igen, a tevékenység és elszenvedő értékvesztés. Külföldi szóval aktív és passzív nihilizmus csap össze. Látsz, hogy a, a férfi lenne a aktív nihilista, akinek aktívan nem számít semmi, és a nő lenne az elszenvedő passzív nihilista. De mi életünkben mondjuk én, aki tévét nézek, és nem teszek semmit a világért, én akkor egy passzív nihilista lennék, de amikor tudatosan <laughs> szociopataként alásom a társadalmat, az lenne az aktív nihilizmus, jól értem? De akkor ez rosszabb vagy, mintha nem az lenne, hogy nincs él, az az aktív nihilizmus az akár jobb is lehet? Mert hogy az valami új dolog születik meg? Tehát, te, te, egy a... rossz -e, ami rendszert uh, borít fel. Igen, de szerintem nagyon tévedünk, hogy ilyen erkölcsi tanúságot várunk ettől a filmtől. Egyébként Godártól tényleg nem biztos, hogy érdemes ilyet keresni. Ez, ez, nem egy tanmese. Ez, ez inkább, inkább, ez a játékosság, ez, ez sokkal érdekesebb. És a, ahogy elővonul az új hullám, már említettünk neveket a, a Trifolt és a Sáborolt a forgatókönyvírásnál, de aztán berakja Jacques Rivettet, egyik legjobb szerep, így nem tőle, ő a halott, akit előtt az a gépkocsi az utcán vagy Jean-Pierre Melville játsza az írót, nekem azt tetszett az a rész, ott, ott azért vannak aranyköpések, meg azt, hogy egy interjú közben az interjú férfi alany udvarol a nőnek az zseniális. De azok az aranyköpések, azok nem olyanok, hogy az ellenkezőjük is igaz lehet? Jó mondod, illetve, hogy már maga a kérdés is nagyon irodalmi, tehát ilyen Amikre, szinte nem lehet rosszul válaszolni, mert biztos, hogy valami aranyköpés. Tehát ilyen aranyköpés alá gyarás, <laughs> az, az, az újságírói kérdés. A Pierre Boulanger francia író játsza a felügyelőt, és még Jean-Luc Godard is szerepel a filmben. Ő az, aki beköpi, beköpi a na, na, akkor állításaim, de miről szól ez a film? Egy a gesztusainkról, amik nem is a miénk. Ezt végig ezt is fejtegettük. A vágyakozásról, erről is beszéltünk. A keresésről először patriciát keresi, utána az antóniót, vagy a pénzt. Aztán nyilván a menekülésről szól, és talán a lány is menekül valami elől. Aztán a döntésről és a döntésképtelenségről arról, hogy mit érzek, vagy mit gondolok a világról, hát állandóan beszélgetnek ezekről, mit gondolunk férfiakról, nőkről, meg ugye szóba kerül a függetlenség, a függésről és függetlenségről is szól, hogy ki a függő, ki a független. Én magamról beszéltem, te magadról beszéltél, miközben egymásról kellett volna beszélnünk. De ez igaz, Szabi? Még van egy az amerikai-francia vonatkozásban, még az is érdekes, hogy ők aztán később visszatérnek, amielőtt fel kell a napban, nem? Sőt, ennek van egy újraforgatása, ami Azonnal kivégző osztag elé mindenkit, nem? Aki ezt újraforgatja. Kifulladásig Los Angelesben, Jim McBride 1983, amerikai férfi és francia nő Los Angelesben. Igen, nagyon tetszik az a story az, az utószinkronról. Ugye olyan zajos volt a kamera, hogy hiába pofáztak ott, utólag kellett rámondani. Aztán, ahogy én értem, az utólag rámondottat Vagdossa össze-vágó, vissza a vágó, de nem ezt akarom mondani, hanem nem értett egyet a rendező és a főszereplő hölgy, amikor elárulja a rendőröknek, hogy hol van a srác, és visszatér a sráchoz beszélgetni, akkor a nő szerint egy ilyen zajos veszekedő jelenet következik a rendező pedig azt akart, hogy teljesen hidegen adja elő, amit előad. A végeredmény az az lett, hogy ilyen zajosan színészkedik a hölgy, de amikor utószinkronizálni a kellett jelentet, akkor ugye a rendezőnek volt és tényleg egy ilyen hűvös módon kell, hogy az utószinkronban a hűvös hangot nyomatja. És ez nekem nagyon tetszik, és Gyula vedd elő a mozi jegyzőfüzetedet, amikor majd egyszer filmet csinálunk, legyen benne egy ilyen, hogy ilyen forrón színészkednek benne, és ilyen hideg hangon van alá hogy mi történik. A Belmondó alakította a karakter, nagyon más logika és más törvények szerint működik. Tehát, ha én el akarok menni vásárolni, összeírom, mit vegyek, és elmegyek. Nyilván egy filmben ezt egészen másképp árbázoljuk. itt meg elindul, kavarok, közben történik valami, majd visszafordul, hiányzik a cselekvéseinek a logikus linearitása. És akkor kérdés, hogy miért hiányzik? Egyrészt a belső működés módja miatt, egy, szerintem egy szociopatáról van szó, aki ilyen ingerek szerint működik, másrészt nyilván a külső körülmények miatt, hogy üldözik, meg hogy hiányoznak az erőforrásai, pénz, autó, és ezeknek a kombinációja. Na és nagyon sok helyen találkoztam aztán azzal a gondolattal, hogy a, az egész filmnek a, a az leír, a cselekménye az ilyen logikátlanságokkal van teli, de aztán mi, azt, mi, aztán főleg majd akkor találkozunk ezzel, amikor Godár későbbi filmjeit nézzük, például a Bolond Pierrot, ahol aztán már minden felborult. De hogy, mint hogy ez a logikátlanság, a belmondó figurájában, fejében levő és körülményeiben levő rendezetlenség az az egész világot jellemezné, Kivetül az ő feje és körülményei a mi egész világunkra, és ezt szépen leképezi aztán Godár a forgatókönyveiben. Szóval nekem, ami még egy ilyen nagyon, nem tudom nagy szerelem a dialógusok, amik benne vannak. Már mint annyira ilyen ő, kurták és egyszerűek, és mégis mm. azt érzi az ember, hogy az összes, amiről beszéltünk is, hogy egy aranyköpés az, az, egész. Nyilván vannak olyan szituációk, amiben így alátámasztják az egészet, hogy na, itt most egy nagy mondat következik, de, de nekem az, amikor életről, halálról, szerelemről, mm. szeretőkről, arról, hogy, 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 utazás, és hogy mit, miről mit gondolnak, és az egyik mentről a másikra történik egy olyan váltás, mm. amiben mondjuk Hogyha ilyen nagyon általánosítunk, akkor egy ilyen nőiességet tudunk felfedezni, hogy a nőkre szokták mindig azt mondani, hogy egyik pillanatról a másikra váltanak, miközben ez, a, ez az a fajta kisgyerekes viselkedés, amit ugye belmondó karaktere folyamatosan hoz, és az a két embernek az idegesítős ködése egymáson, és az, hogy folyamatosan mondják is, hogy idegesítesz, most elmegyek, többet nem szólok hozzá, és két perc múlva már egymás cigarettáját gyújtják meg. Hogy ebben van egy olyan dinamika, amitől annyira szerethetővé válik az ő összes dialógusok, hogy amikor. Nem történik semmi, akkor is azt várom, hogy ők beszélgessenek valamiről, legyen az a legbagatelebb téma. De akkor az egymáshoz való viszonyuk is logikátlan. Egy Abszolút, teljesen logikátlan, és valahogy ennek van egy olyan bája, ami szerintem így magába szippantja így a, a nézőt, és másokkal ugye nincs meg. Énnek azt fedeztem fel, hogy amikor egyik karakter ment, hogy vagy a Patricia, vagy a Michelle, valaki mással beszélget, akkor velük nincs meg ez a fajta, csak az ő részükről vannak meg ezek a kurta válaszok, ezek a ezek a sehova se vezető mondatok. De mintha ilyen érzés alapú kommunikáció lenne. Igen, hogy éppen ami eszébe jut, éppen hmm. amikor azt gondolja, hogy most ronda vagy, most, most szeretlek, most elmegyek. Csak ezeket mi nem mondjuk ki? Igen. Olyan, olyan mint hogyha egy ilyen belső monológot. Nem tudom, vetíteni. De végül nem, is, ki... ha azt nézzük, hogy az elején elindul az autó, és belebeszél a kamerába, Igen. hát ki az, aki egyedül eh, autóban hát itt egy hangosan szociopat. beszél? Vagy egyszerűen ezek ilyen a klasszikus monológ, és a monológ az, nem, az arról szól, hogy a belső gondolataimat hangosan kimondom. Mm -hmm. Mint a 400 csapásban, amikor a tengerről felénk fordul a fiatalember, és ránk néz a kamerába, ez is ugyanúgy ér véget. Tehát itt a nő velünk szemez a végén. És akkor, ha ott feltettük a kérdést, hogy vajon mit gondol, akkor itt is mi van ebben a tekintetben, akkor ez itt is fel kell, hogy merüljön. Hogy rájött, hogy mi a válasza. Azt De mondta, mi a válasza? Hát azt mondta, hogy ő, neki, ő azért hívta ki a rendőröket, hogy eldöntse, szereti Szerintem. Nem lehet, hogy csak a szónak a francia jelentésén gondolkodik? Szerintem egyre azért nem csekély a tudása. Jó. Én szerintem ez van a tekintetében a végén. Jó. Rábízzuk a hallgatókra. Nézzétek meg újra! Kifulladásig Zsállük Godár 1960. Ez volt a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pászabolcs vagyok. Én Fanni. Én pedig Szőnyi László Gyula. Azért szeretem ezt a filmet, mert posztmodern módon megkérdőjelez sok-sok mindent. A férfiasságot, vagy macsóságot, a nőiességet, a modernséget, a menőséget. Főleg, ha nem először látjuk. Első alkalommal lenyűgöz bennünket belmondó halállaza. végtelen ösztönös szabadsága, a lány vagány külseje, karakánsága, karrierizmusa, eredeti mondataik, de aztán, ahogy belegondolunk életükbe, mondataikba, rádöbbenünk, hogy hogy mennyire narcisztikus, önellenmondásos, értelmetlen az egész létük, mint valami Instagram profil, és mi marad utánuk? A nő rövid frizurája és belmondó értelmetlen gyilkossága és halála.